Sziasztok! Ezúttal kicsit tovább fogunk dolgozni a honlapunkon, legalábbis ezen a kis szeretőn, amit csináltunk, és megismerkedünk egy újabb taggel, amelyet scriptnek hívnak. A script jó lesz arra, hogy HTML oldalon megadjunk különböző, mint hogy a nevéből is ered, scripteket. Általában ezeket majd külön fogjuk megcsinálni, majd szépen egy JavaScript fájlba kiszervezünk mindent, ami a JavaScript fájlba való, viszont hogyha szeretnénk itt megvalósítani valamit, akkor hasznos lehet ismerni ezt a scripteget. Hogyan is csináljuk ezt? Lényegében, ami az alertem belül van, az egy az egyben én megfogom és át fogom másolni ide. És én létrehozok egy funkciót. Egy funkció általában nagyon-nagyon gyakran használt lesz JavaScriptben, erről annyit érdemes tudni, hogy beírjuk, hogy function, utána írunk egy olyat, hogy mi a neve, legyen neve button pushed, az azt jelenti, hogy meg lehet nyomva a gomb. És ilyen zárójelekkel lezárom. És ez gyönyörű szép is. Most ez még sokat nem jelent, és ez nem is fog semmi értelmes, de még így is működik. Ja igen, mert itt simán benne hagytuk. De nem így akartuk megcsinálni egyébként, hanem az onclick után beírom, hogy nem az alertet akarom, hanem button pushed-ot futtasson nekünk. Mit is csinál most majd lényegében a rendszer? Ugye ez betölti szépen nekünk, itt van az onclick, amikor rákattintunk, akkor button pushed-ot megkeresi. Hoppá, megtalálta, és megcsinálja azt, amit itt talál. Igazából erről most még csak ennyit érdemes tudni, hogy tudunk ilyen kis scripteket is itt megadni majd. Nyilván ez, ahogy majd egyre ügyesebbek leszünk, egyre több JavaScriptet tudunk, ezzel majd megint csak nagyon sok és nagyon jó dolgokat képesek leszünk majd megcsinálni. Bár mondom, többnyire nem itt fogjuk a funkciókat, hanem majd szépen külön egy JavaScript fájlba kiszervezzük a dolgot, majd vissza fogunk térni rendesen a Visual Studio-ban való kódolásra, viszont ezekhez a példákhoz ez tökéletesen jó szerintem, hogy itt be vannak mutogatva külön-külön. Most, amit érdemes megjegyezni, hogy a scripttel tudunk megadni HTML-en belül ilyen különböző JavaScriptes dolgokat.